Törvényt a követeléskezelőkre, ami hazánk mozgalom gátat szabna a hiénák tevékenységének. A jelenlegi szabályozás szerint a követeléskezelő cégek, illetve a behajtó cégek saját belső szabályaik szerint működnek, amelyeket nem törvények határoznak meg, hanem különféle MNB ajánlások, illetve hatósági határozatok. A mai magyar jogrendszer nem is definiálja egyébként a követeléskezelési tevékenységet, amely kaotikus állapotokat eredményez mind a piacon, mind pedig a lakosság körében. Rengeteg visszajelzés érkezett hozzánk, a behajtó cégek nem etikus és abszolút nem együttműködő eljárásukról. A kormány a törlesztési moratóriumot sem terjesztette ki rájuk, pedig a mi hazánk már ezt többször is kérte, és most is szükség lenne erre az intézkedésre. Meg kell gátolni azt, hogy a szabályozatlanság korlátján kapaszkodókat és kibúvókat találjanak a különféle behajtó cégek. Ez csak is egy rájuk vonatkozó törvényen lehet megállt parancsolni. Egy olyan törvényre lenne szükség, amely a követeléskezelés teljes folyamatát, azok szereplőit határozná meg. Oly módon, hogy azok adósbarátok legyenek, és a kiskapuk lehetőségét teljesen elzárnák a behajtók számára. Az egész eljárásukra kikényszeríthető határidőket és teljes körű szabályozottságot követelünk. Több európai országban is már megkezdődött ez a deklarálás. A Mi Hazánk mozgalom kezdeményezi, hogy a kormány mielőbb szüntesse meg ezt a joghézagot, mivel ennek a hiányosságnak a legnagyobb elszenvedői a magyar családok.